But an interesting thing happened to me in college. De az egyetemen érdekes dolog történt velem. I started getting very, very lonesome. Nagyon, de nagyon magányossá kezdtem válni. Now there is a difference between being lonely and being lonesome. A különbség van legalábbis az angol nyelvben magányosnak lenni és egyedül érezni magát az ember. You can be lonely in a forest among the trees. Igen, még az erdőben is magányosnak érezheted magad. But lonesome, you can be among many people and be lonesome. De egyedülvalónak érezheted magad sok-sok ember között is. And that's what I was feeling, lonesome. Én ezt az utóbbit éreztem nagyon. For 2 years. Körülbelül 2 esztendőn keresztül. For every day. Minden napon. Of every week. Minden héten. Of every month. Minden hónapban. There wasn't an hour. Nem volt egyetlen egy óra sem. That I didn't think about committing suicide. Amikor nem gondoltam volna arra, hogy nem követek el öngyilkosságot. A friend of mine asked me to go to a Christian camp. Az egyik barátom azt kérte tőlem, hogy menjek el vele egy keresztény táborba. To be a leader. És legyek ott vezető. To supervise. Valami felügyelőféle. Well, I listened to the message that was given from the front. És amikor ott hallgattam azt a bizonyságtételt, melyet az előadó mondott. And finally, the speaker said, go away for 15 minutes and think about the message. Végül az előadó azt mondta, hogy most mindenki távozzék el 15 percre, és gondolkozzék azon az üzeneten, amit hallott. So everybody went away. Mindenki eltávozott. And I sat on a rock. Egy sziklára ültem. I looked up to the stars. Fölnéztem a csillagokra. And I accepted the Lord Jesus Christ into my heart. És elfogadtam az Úr Jézus Krisztust a szívembe. Now, I cannot tell you that I still don't feel depression. Nem tudom még nektek azt mindig elmondani, hogy nem érzek olykor-olykor depressziót. But I do know that the Lord Jesus Christ is in control of my life. De igenis tudom, hogy az Úr Jézus Krisztus ura az én életemnek. And when I am feeling depressed, és amikor depressziót érzek magamban, I pray to the Lord. Imádkozom az Úrhoz. You know, in the scripture, John 3:16. Tudjátok, a Szentírásban megvan írva, János 3:16-ban. It says, for God so loved the world, hogy Isten úgy szerette ezt a világot, that he gave his only begotten son, hogy az ő egyszülött fiát adta, that whosoever believeth in him, hogy mindaz, aki hisz ő benne, shall not perish, el ne vesszen, but have everlasting life, hanem örök élete legyen. And that would be my prayer for you. És ez az én imádságom most ti értetek is. You do not have Jesus Christ in your heart. Hogyha valakinek még nincs a szívében az Úr Jézus Krisztus, I would pray that he would come into your heart tonight. Azért imádkozom, hogy fogadja be a szívébe és jöjjön a szívébe az Úr Jézus.